Üdvözöllek titeket! A következő Diablo 3 Reaper of Souls videóban. Nos, ezúttal egy olyan tesztet szeretnék megcsinálni, amit eddig is ki akartam próbálni, csak nem igazán volt rá időm. Láthatjátok, hogy jelen pillanatban normálon játszok, amit mindig is releasztem, viszont az a baj, hogy elég sok ismerősöm játszik normálon, és nem értettem miért. Úgyhogy az elmúlt 2-3 napban normálon farmoltam Legendary-t, ki is szedtem 8 darabot, hogy legyen összehasonlítási alapunk. Szerencsémre a héten plusz 100% legendary fighting van. Úgyhogy itt az utolsó bounty-t a szerintem videóval együtt fogom fölvenni, hiszen tulajdonképpen nem nehéz. Igazából azzal a karakterrel és azzal a szettel, amivel én játszok felszereléssel, esélyük sincsen. Hát már látjátok most is, hát tulajdonképpen csak ennyit kell csinálnom. Bocsánat, fia. Nem tudom, hogy mi okozza. De tulajdonképpen egyből áll egy pak. És már 16-ot meg is vetem. Jó, hát természetesen a Treasure Room, mint azt nem engedem el. De ahogy látjátok, annak sok túl sok esélye. Ilyen keveset dobott? Hát ez elég kevés volt. No, szóval, a videó témája jelenleg az, hogy mennyiben különbözik a legendary felépítése, illetve a statjai a akkor és a normába, illetve hogyha Torment 3-ba toljuk. Igazából sok barátom szerint semmiben nem különbözik, lehet benne valami, szerintem is fura lenne, hogyha különbözne, de meglátjuk. Torment 3-asból rengeteg itemem van. Tessék, Torment 3-ból rengeteg itemem van, hiszen rengeteg legendary találtam már Torment 3-on, általában osztottam játszani. Higgyétek el, ez bőven több, itt unalmas. Jó, meg kell nézni, hova megyünk, újabb körszett chestet vagy, és rá kell betisztítanunk. És igazából erre gondoltam, hogy ezt össze kellene hasonlítani, hiszen rengeteg legendary van, olyat, amilyet nem használtam, hogy valamelyik másik karakteremet tartogatom. De normálom még nem szedtem, és kíváncsi vagyok rá. Most éppen ünnepső szerencsés is van. És így ezen a plusz 100% legendary fighting-en is gyorsítják a videó felvételét. Ó, itt nem is kell magukat, nem baj, akkor is kell még 2 legendary a tűzhez. 10 tűztem ki célul, és 8 már megvan. Illetve tegnap beszélgettem néhány személyesen is ismert barátommal, és ők is mondták, hogy tök felesleges T3-4-5-öt farmolni, amikor ők elmennek, hogy hívják volni bountyzni, és mondjuk csak a bounty által megszerezhető legendary-re hajtanak, akkor minden szó nélkül normál egyen vannak, normálon játszanak. Az oka az, hogy itt lehet a leggyorsabban megcsinálni, és gyakorlatilag veszteség nélkül, hiszen csak a pálcét kell megjavítani. Ezen a szinten az sem nagyon hozza vissza. Legalábbis közel 4-5 bountyval együtt is csak olyan 100-150 ezen voltak, nem mondtam ki. Tehát mint ha aranyra akarnak játszani, teljesen nem érné meg. Így, hogy fix itemre játszunk, így talán megéri. Én nekem viszont piszkos rugalmas. Na, pedig nem volt szerencsénk. Se a shrine-t. Se a chest-et sem pedig már megint nem figyeltem oda. Igen, nálam most még láthatjátok 8-30-60, és hát tegnap a délután is melóból, hogy gyorsan reggel fölvettem. Gyorsan megcsinálok. Remélem megtalálom az utolsó 2 legendary-t. Van egy csomó kis dobozkám, meg remélhetőleg ezúttal is pocsolni fog legalább egy legendary. És már nem találom sehova. Hol nem jártam? Nem ez a map kell nekem? Ah, egyenesen kellett volna tovább menni. Úgyhogy igazából ez az ötletem. Hát, igen, ez mondjuk így elég fura, mert így most már el tudom kézelni, hogy miért alakít bizonyos barátaimnak a töredék játékidővel megvan az Unimassa szettje, míg én nekem csak mindössze 2 darab van meg. Ó, aztán Robin nem szeretik. De nem is sehova. Na, ez a két nagy generátor mindjárt jobban néz ki.
Igen, itt nem okoz gondot levadászni a goblinokat. De úgy, mint... Na mondjuk most már tudod, mert hármon sem annyira. Kicsit átdolgoztam a felszerzéseimet. Aztán azóta egy picivel jobbak lettünk. Kicsit tudatosabban figyelünk oda, mi az, amit használunk, és mire gyúrunk rá. Na, szóval ez lenne a videó témája, úgyhogy megpróbálok minél gyorsabban megtalálni ezt a rohadt questet, amit még a map se jelöl. Hol nem voltam még? De hol nem voltam? Hogy ott volna még egy picsak, amit nem néztem meg, és ott le lehet menni? Hát igen, most jelen pillanatban gyorsan áthúzhatok mindent, mert ugye bármi dobhat legendarit. És ugye itt is van... ünnepel a Diablo 3. És kétszer annyi keystone-t, illetve plusz 100% legendary fighting-unk van. Úgyhogy ezt gyorsan ki is használjuk, amint végeztem a videó felvételével. Azonnal húzok vissza T3-ra. Vagy lehet, hogy megpróbálkozom a T4-el is. És... nekiállok kifarmolni a szettemet. Mert ezen a szinten borzasztó unalmas játszani. Én elhiszem, hogy itt a legkönnyebb. De egyben a legunalmasabb is, egyszerűen megöli a játékélményt. Két délőtöt már végigunatkoztam vele. És igen, mikor megkérdeztük a haverunkat, hogy te hogy csinálod azt, hogy... Ah, nagyszerű. Hogy csinálod azt, hogy játszol ezen és nem unod magadat halálra. Ó, hát két monitorom van, és igazából akkor filmet szoktam nézni a másikon. És akkor így hirtelen döbben csend lett, döbben csendült rá a csendre. Hát végül is valóan igaza van. Na, szóval a 9. legendary megvan. Hát akkor már befejezzük ezt a bounty-t, van nekem 3. Hát talán olyan 5 darab bounty csomagoztam, hát abból is esik egy legendary. Ó, chatből is esett, gyerünk. Kösz egy chattel, nem fogsz 100, de nem is kell megölni. Ez jel nem is nehéz. Eddig 7 van. A végére lesz vicces, mert akkor hirtelen elkezdenek rohadtul kell jönni. Nem tudom, hogy messzire elpróbálkozzanak. Időn felül, na, ezt már szeretem. Pedig már csak lótuk van, vagy egy kéne. Na, működik rá, ugye, mert akkor gyengé belentem, tudod tenni, mert nem kell 170 kiváltsuk itt be, hanem felelőz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 
baj, dupla császát kaptunk. Egy, kettő. Na, nem. Na hát ezúttal nem kaptunk legendarit. Pedig milyen jó lett volna. Na nem baj, ez a bounty is készen van. Szóval... áthúzunk a következőre. Reaping Hollow. Azért még egy-két elit pakkot meglátogatunk, hogy lássuk, hogy milyenek is. Hát ha dob... hülyeséget beszél, hogy lássuk, hogy dobjanak még egy legend elit, biztos, hogy biztos már legyen. Azt mondja, tehát itt van nekem ide Stova. Egy... na, Terisza. Egy, kettő, három, négy, öt, hat, hét, nyolc, kilenc darab legend elit. És 1, 2, 3, 4, 5, 6 darab csomagocskám. Hiába szorgalmasak voltunk. Az első néhány csomagot még felbontottuk, aztán úgy döntöttem, hogy hát majd egy videóba lesz mindegy. Van abba. Igen, hát nagyjából ennyiből tart levadászni őket. Igazából nem nagy kihívás. Én halálra unom magamat. Most már ez a harmadik délőtt, aminek így kezdek neki. És... így hívják. Hol kell mennem? Meg kell ölöm 100 elemit és valaki nekem van. Nagyszerű. Akkor nice talkat kell levadászni. Nem tudom. Az a baj, hogy ugye említettem már egy korábbi videóban, hogy varraltam egy ilyen gold raining ruha. Azt hiszem kesszük. Hogyha elérek egy maszkára bónuszt, akkor ugye aranyeső húli. Na most az a baj, hogy úgy vettem észre, hogy ez még a nehézségű szinten együtt is változó pénzmennyiségre dobál, úgyhogy jelen pillanatban jó, ha összesen 1000 darab kiesik belőle. Full nem érős, nem megérős ezen a szinten farmolni.
De majd talán abból is kívül, hogy ilyen videót, hogy vagy, hogy megérje. De ezt nagyon sok mindent megváltoztatok a patch 2.0 óta, úgyhogy igazából annyira nem. Rengeteg gemet találtam így normálon keresztem, ugye a Legend League-et, iszonyat sok gemet találtam. Viszont az a helyzet az így, ahogy elég oldom, hogy átalakítsam, mert azt viszont nem csomisztak mellé. Az is megvan. Viszont ezt a helyet fel végigjárom, mert itt rengeteg sok-sok elit szokott lenni. És igazából a nagy mennyiségű mob miatt nagyobb az esély, hogy eshet az emberi. Mondjuk az utolsó az kiesett, ahogy hívjából is. A valamelyik csomagokból. Hát igazából nem okodnak problémát, jól mert a főig kell járnom a terepet. Na, te ne használj fel. El is vagy. Köszönöm szépen, hogy itt megállok. Fosztogassunk bőséggel. Itt egyedül az XP oltárok, a XP és a Gold Finding vagy Magic Finding oltárokat nem tudtam szóval, annak az használ többit teljesen haszontalan volt. Itt láthatjátok, teljes biztonsággal tudok szaladgálni. Oh, és most nézem a cseten, hogy kivégeztünk egy elitet. Hát igen, sok-sok kollégám van itt a játékból, úgyhogy erre szokott ilyen bejönni. Ah, megjött egy csúgy is. Ő a nagy crusaderünk. Ha valaki valamit tudni lehet a crusaderről, ő azt tudja. El akarok kis crusaderre, mert akkor ilyen mostanában nem volt az időt játszani, hogy volt a két szavú. És hát nem igazán voltam itthon. Illetve egy másik projekten is dolgozom, de arról majd egy külön videót készítek. Gyorsan befejezzük a mobok ölését. Végett ilyen a terep, nem akarsz. Úgy látom, hogy nem volt szerencsém, csak egy darab legendet itt találtam. Ez annyira nem fel, nem volt itt a Lotus Swarm mindenki. Jó, hát előszeretem ezt a Lotus Swarmot. Ha jól megfogolod-e, akkor ide-oda sikerül az összes enemy között, és ha sikerül le is sok ellenfelet, amit általában a Freeze of Mizzenin szokott összejönni, akkor ilyen 2-3 percig föl tudok tartani egyetlen Lotus Swarmot, és kijött mindent a pályán. Hát úgy látom, hogy az összes elitet sikerült beledáltunk. Na, ez itt is csak nagyon jó. Itt ezt a picsapot itt átnézzük. Á, ott is van, nem? Hát, ne, az elit. Ki ott maradt, csak ahogy szaladjálatom nekem. Na, szerintem már van. Hát úgy néz ki, hogy ez nem jött össze. Nem tudom, hogy ide. Nem lehet több legyőzött. Sütögetünk egyet. Majd egy kis csupasz telepét kutatjuk. Tudunk itt valami dolgoznak rendesen. Meg is érik a sáska hadnevet. Gusztustalanul lehet az a karakterbe felni. Úgy. Na, ezzel is végeztünk, megyünk a következő bouncy-ra. Freeze of Misery. Na, ó, erről beszéltem itt. Általában van két event, meg ugye most is egy bounty. Itt bizony magasabb szinten lehet átszerelni a két bőszége. Ó, bocs, már megint elfelejtettem. Ez nem a Leeds of Legend. Ez csoda, hogy értenünk a gombokat. Közben, miután csak úgy tudok úgy tudom ezt a játékot hanggal együtt fölvenni, hogy lenémítom a bocsánat, átkeztem egy másik kimenetre a hangot. Ó, nagyszerű, megvan a tizedik Legendary. Úgyhogy ezt a bountyt be is fejeztem, hogy nem is kell tovább húzni. Viszont ha már itt vagyok, akkor azért azonnak a játékosoknak, akik annyira nem ismertek a Diablo 3 világában, azért bemutatom, hogy Freeze of Misery-re sűrűnére meg kell jönni. Egyrészt, mert itt általában legalább 2 darab quest van.
ami nem rossz. Tök mindegy, milyen nehéz túl szinten játszó. Kezdőként, vagy már torment 5-ön. Az XP, és a loot, az loot. Hát igazából bátran lehet jönni erre farmolni. És itt két quest, majdnem mindig megvan. Általában nem is, talán egyetlen lehetett quest van magasabb szinteken, amikor azt a varázserdőt kell kipucolni. Az úgy gondot okozhat, tehát sok ilyen nagy darab fajon ki belőle. És igen, az magasabb szinten gondot tud okozni, méghozzá nem is kicsit. De jó kifarmoló hely XP részéről. Ó, az arra, de ez minket nem érdekel. Csak a történet számára fontos. Hű, az anyám. De sokkal lesz. Cool történet is van. Na, szerintem nem nagyon szaladnál le. De még kell, úgy tudok úgy, hogy ugyan a normál szinten. Attól függet, hogy még legendary eshet tőlem. Na láthatjátok, hogy igazából ezen a szinten nem élvezett a játék. Jó, minden bizonnyal van olyan ember, aki nálam is rosszabbul játszik, és ő neki egyszerűen nem megy kikerülni az abilityüket, és ő gyengén szinten játszik, hát egészségére. Nem ítélhetjük el, nem minden is képes arra, amire mi... nagyszerű! Kane Destiny reset. Ez egy nagyon jó újabb szett. Nem is tudom már, hogy ezeket találtam. De nem tudom, ma jó, de fejlő nagyszerű. Na, itt van az egyik barlangunk. És akkor a legendary tud is jelzi a mindnek. Nem tudom miért szaladjálunk körbe. Na menjünk is le. Talán gyermek miatt. Itt a második szintre kell menni. Ezt is érdemes mindig végig tolni, mert itt is van legalább egy-két elitfa. Kettő minden bizonyal egy ezen a szinten egy lejjebb. És egy aranyváda. Egy replenish mentse. Hú, ezt meg kell egy gyakorlón, amire ki tudtam mondani. Jó. Itt talán most fölé is összeszedni a hűzőkat, de az a helyzet, hogy... Nem árt, hogyha egyszer nem kocsolok a kutyáim. Jártam már úgy, hogy ilyen nagy képű volt, hogy ezt simán elbánnak vele. Aztán a hírgolgók hiánya, nem is hiánya miatt, hanem az élőkiságon miatt nem szedtem fel a hírgolgókat. És ilyen szépen bedaráltam a kutyáim, hogy tudok is ezzel. Takarom csak innen. Hoppá, itt csak belesétáltam egybe. Na mindegy. Megkeressük a második szinten, ahol lejáratot, és hamar végezünk vele. És mehessünk tovább. Ja, tényleg megvan a 10 legendary, már nem kell mindent átkutatnom. Én is nagyon kíváncsi leszek, direkt nem jutottam meg a... Direkt nem azonosítottam a cuccokat, amiket találtam, bár én szettet nem találtam még. Tényleg most teszem a szettekre, hogy teszem egy jó videm. Miután én még nem olvastam végül a teljes specialzót, a belemézőt is látom, hogy elég sok karaktert megerősítettek. Azt mondja egyik barátom, hogy mostantól kezdve Kadala engedélyezi, azaz Kadalánál lehet vásárolni set itemeket is, ugyanúgy Bloodshardért, mint a legendariket. Úgyhogy hajrá! Egy darab Bloodshardot ne tartsatok meg, hanem mindegyiket költsétek el Kadalánál. Nekem is van egy minimális mennyiség, de amit végzett ezzel a videóval, megyünk is a T3-ra. Egy láda, két láda. Rubin, fölvesszük. Hát a többi már nem kell. Utolsó kill the butcher. Ha-ha-ha. Ketten játszottunk a múltkor, és kb. 20 szek alatt töltött meg. Szerintem most sem fog sokkal tovább tartani. Várját nem szeretem ezeket szinte. Itt vannak ilyen chargyolós ellenfelek, akik bizony együttéssel ki tudnak végezni. Ők. Hát ezen a szinten okoznak problémát. Időképpen értek. Sajnos ismét nem értek. Hogy gyorsan meg kell találni a bacsert. Úgy. Mint a
mindegyik. A mit tudom én, 10-akárhanyadik experience pool, amit fölveszek. Hát ezt mindent összeadta, akkor minden bizonnyal a következő 10 szintre megvan az összes XP bónuszom. Nézzük meg. Azt mondja. Big Bang 261 millióhoz bónuszom. Nem szerintem tovább nem stekkeli, mert nagyon-nagyon-nagyon sokat fizettem. Szerintem van neki is ilyen felső határa. De majd a következőnél megnézzük, mielőtt fölveszem. Ezt el is felejtettem megnézni. Nagyon sokat fölvettem már. Aztán lehet, hogy csak ezt is nehézségű szint alapján pakolja hozzá. Minek mi most bácsát kell? Itt ezek a tüzetik, nem problémák. De hol van? Hogy nem szedem fel a goldot, hát annyira nem is éri meg foglalkozni vele, mert igazán egy időpacsinkolás. Ez is kevés, amit tőlem kiesik, nem úgy, amit tőlük. De hát ez esik. Igazából ez a vagyok négy szinten. Viszont itt már tök jól el lehet marháskodni, és itt bizony a három darab próbálkozó szimán össze lehet tenni. Ami felettébb látványi tudiányon tartott, annyira nem mondjuk, mint a lifteknél a conduit pylon. Így az nagyon gyűrű ez a conduit pylon. De elképesztően tudó tud lenni. Már ahogy kellett kimondanom a próbált gózót, már találtam is egyet. Hát ahhoz már csak tesszük kéne. Nem volt, hogy össze tudok szedni. Ahhoz hatalmas májzike. És bizony, ez szépen lassan lejár. Na, tudom, hogy nincs olyan, mert nem vagyok valami, hogy rákozott a maradó lesz. Én látom, hogy több lazán csapnak a tűzolja a villámok. Na most miért nem akarok tűzolni? Én vagyok, hogy nem látom. Na mindegy. Az a lényeg, hogy működik a dolog. Azt tudom, hogy még egy Treasure Goblin. Egy szegény. Ezt már szeretem, mikor ilyen sok hasznos dolgot hajizálsz. És szólja körtetcse. Na nézzük. Hogy lehet, lejár az időt. Éjjön a feszültségek. Most nem kaptam még egy ládát, na nem baj. És hát a loot is hagy maga után kívánni valót. Hát ennyire sima ládából is hűtök. Láttátok azt a három villámot? Nagyon kemény volt. És még kondált csíkot is húzok magam után. Na, visszahattam a vezetést, nagyszerű. Látjátok, hogy csíkokat húzok magam után. Nem tudom, hogy bucsát megtámadja a villám. Nem, úgy látom, hogy nem adják, mindegy. Hát én is lehet teljes jólomban kivézni. Esélyes sincsen. Nos, ez is megvan. És semmi hasznosan nem dobott. Feltettük a kulcsokat, és titizünk haza. Otthon szépen lepakolok. Odaadjuk a kovásnak a receptet. Majd pedig megnézzük, hogy mit is kaptunk. Szia Kovács bácsi, adtam neked egy Kane Destiny's receptet. Ökkombon, ott van. Tök jó. 2000 HP percek, Q-down 10%, 5-en A-resist. Egész jó. Na, ezzel is majd készíthetnék videókat. Nos, azt mondja, itt van nálam olyasmi, ami nem kell. Igen, van természetesen. Javítás 3000. Szétszedjük. Jó, na akkor most szépen itt. Ajaj.
bocsássatok meg, egy kicsit, hát ilyen szélen át a szeliségem van. Időként megcsavarja a nózim. Ez nem ide jön, ide jön. Hát ez kellemetlen. Bocsássatok meg, de hát ezzel nem igazán tudom mit kezdeni. Na szóval, ide gyorsan lepakolunk mindent, ami nem kell. Gemek, 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 gemek. Ez egy összetevő. Láthatjátok, hogy azért farmolgattam én egy keveset, mert van egy két legendarim. Meg itt is van egy csomó. Gyönyör, nem panaszkodhatunk, gyorsan leteszik az utolsó dobozkát. Köszönjük. Na, oké, kösz, elég volt a beszédből. Király megvan. Első körben menjünk és azonosítsuk be azt, amit találtunk. Na, nézzük, lesz-e valami jó. New Transmog. Az már biztos. Eltűnt, az ugye? Hát... Nézzük. Dárda. Hát ez annyira nekem nem jó. Ha mennyit tudtam egy ládát, 10-100%, 109%-kal menni meg egy sebzés. Annyira nem rossz, bár az armor helyett. De nem, mi már ez barbárok is jó, igazából. Crit hit chance, ez annyira nem nyert el a tetszésemet. Miért bugok veled 20 000 damage-t? Jó, 200, jó, hogy 200 alatt, de mindjárt kevesebb van meg. Az mindenféleképpen gyenge, mint a mostani. Bár a kivesem belőle a készítem is talán. De nincs is semmi jó legendaris tetje. Na nézzük. Offhand. Shield. Hát nekem pont nem jó, mert én nem jó használ a shieldet. Igen, egy B az itt van. Már is ráírok. Azt mondja, Legendary Sword, ez annyira nem nagy szám. Egy gyűrű, úgyis vannak egy másik gyűrű, amit majd le kéne cserélni. De ez meg CHC, meg CHD is, tehát ezt nem kéne lecserélni. Erre meg pláne nem, nézzük a cipőt. Firebird-e is plusz 11 000. Nem tudom. Tehát a plau... ezt majd ki kell próbálni, ez nagyon viccesen hangzik. Plau összönja. Körbenéz újabb ellenség után, és felrobban kétszer. Az vicces. Oké, akkor nézzük meg, hogy... Hát nem tudom, igazából... Össze lehet hasonlítani. Az összes többi eddig nagy különbséget nem látok köztük. Úgyhogy szerintem bátran lehet azonnal farmolni, normálon is. Mert, annyira nem rosszak igazából. Jó, hát ez igen, mert dárda. Ez nincs vitality, tehát igazából ez egy szutyok. De az összes többi... Egyáltalán nem rosszabb, mint az általam. Talált bármelyik item. Ezen is van, melyikem volt. 636 intelligencia, 6-1-2 vitality. Tehát nem rosszabbak. Ezt amit most használok, ez elég durva, és az összes többi, amit eddig találtam, mind gyengébb volt. Tehát egy is ért el ezt az int és vitality kombinációt. Úgyhogy azért nem mondom, hogy ehhez hasonlítsuk, mert ez nagyon brutál egy tör. Mondjuk azt a láti devist talán át fogom alakítani, de nem tudom, mert tettem rá ezt a keteret.
hogy egyáltalán nem rossz a 666 intelligencia, a 679 vitality, attack speed 7%. Egész jó, egész jó. Hát mondjuk bárkinek odaadhatom, ez semmit ne ad, mérdezés plusz 16%, attack speed 5%. Ez mondjuk egy elég gagyi shield. Na, de akkor nézzük meg, hogy mit potyogtattunk. Keresünk valami üres helyet itt a város közepén. És nem dobott legendaryt. De jó, hogy nem számoltam rá. Viszont Blood Shardot kaptunk tőle 12 meg 14. Van nekem 107 Blood Shardom. Most teszünk egy kört. Úgy. És szerintem lepakolom a legendariket. Aztán majd jó szétszedem mindet. Mivel gyűrűt vagy, megnézem. De nem, mert a CHC és a CHD miatt nem fogom lecserélni a másik gyűrűmet. Ezeket már szépen összeregetjük. Mennyi Blood Shardom van? 133, az még kevés. Következő 500-es Blood Shard elköltő elverésről. Kéne egy új gyűrű, ami szintén CHC-CHD-t ad. De nagyon sok van. Annyira nem volt nyerő most ez a zsokoláda. Tehát ez van, mit várunk, normál szinten játszok. Tehát lehet, hogy a teljes tekemet tele kellett a nap, akkor azért, hogy legalább legyen egy... basszus értünk, mindig van. Egy legendary. Na nézzük, mit lootoltunk. Hát ezek menne szerintem a temetőbe. Azért gemekből rendesen megszedtem ma, majd darabig nem kell gemekre vadászni. Illetve riff kulcsot is annyit szedtem, mint a rohadás. Úgyhogy nem tudok, nem látok nagy különbséget azok között. Sőt, ezek még gyengében, mint amiket itt találtam. Nem tudok rosszat mondani, ez is csak vitality-be is, vagy internetbe kevesebbet ad, armorba is kevesebbet. Igazából nem tudok rájuk rosszat mondani. Úgyhogy nyugodtan lehet farmolni normálon is. Annyira nem vészes. Bár nekem tök haszontalan. Tehát teljes nyugalommal lehet normálon is legendaryt keresni. Lehet, hogy én is ki fogom farmolni akt 1-ből azt a szerbónuszt adó gyűrűt. Jó lenne, hogyha odafigyelnék. Ugye. Apukám, micsoda vacakrunt. Hát igen. Normában ne játszunk. Legalábbis én nem játszok a normában, mert ez így dögunalom. Nos, igazából ennyiről szólt volna a videó. Megnézzem, hogy 10 darab legendary-nél, hogy mennyire másabb statokkal dobálja, de igazából az a tapasztalat, az a meglátás, hogy egyszerűen nem dob rosszabbat. Egyáltalán nem dob rosszabbat. Ezt azonosítsuk már. Tudom, hogy lehet nálam is. Új transmog. Ez kard. Az elementál skillek. Wow! Ez de vicces lehet! Aki nem tud angolul, annyit ír, hogy ha elementál skilleket használunk, esélye van triggerelni, előhozni egy speciális támadást, ami 221%-os fegyversebzést ad. Pagyasztó skilleknél Freezing Skull-t, mérgező skilleknél Poison Orb-t, és Lightning skilleknél Charged Bolt-ot. Ez vicces lehet. Nos, hát igazából ennyi lett volna a mai videó. Ha kérdésetek van, írjatok nyugodtan, vagy ha valahol elakadtatok, akkor nyugodtan írjatok, küldjetek e-mailt, vagy dobjatok egy kommentet. Köszönöm a figyelmeteket, sziasztok!